Emlékszem az esetre. Ketten álltunk a sorban egy távoli ismerősemmel. Illetve akkor még közeli ismerős volt. Azóta elsodorta az ár, valahova a látótávon kívülre. Mondjuk úgy partot ért. Előttünk négyen álltak, és az addigi sebességből ítélve legalább fél óránk volt még hátra, mire mi következhetünk a sorban. Mögöttünk a sor egészen az ajtóig ért, de volt egy másik sor is, ahol csak ketten álltak. Megpróbáltunk átállni, de oda jött egy biztonsági őr emlékeztető fazon, és visszatessékelt minket, arra hivatkozva, hogy ez a VIP szekció. Biztos Bin Laden és a többi hasonló kaliberű személyre gondolt. Az ott álló két szemét viszont nem ismertem fel. Szóval beszélgettünk. Mit is csináltunk volna? Egyikünk sem volt egy türelmes ember, de ki az? Ki szeret sorban állni hosszú órákon keresztül? Beszédünk tárgya általában a régebbi emlékekre terelődött. Nyaralás a folyóparton, részegen sóvárgás a megbecsülés és az emberek tiszteletének elnyeréséért. Közben néha-néha ott létünk oka is szóba kerültek. Tedd fel a kérdést, mondta ő. Te hogy kerültél ide? Kérdeztem őszinte kíváncsisággal. Autóval érkeztem, rohadt kátyús utak. Válaszolta, és méla mosollyal könyvelte el saját szavait. Közben rám nézett, de ő nem tette fel a kérdést. Úgyis hallja majd a választ, mikor én leszek a soros. És amúgy is utálok válaszolni a fel nem tett kérdésekre. Olyan, mintha ok nélkül mennél el WC-re. Na és mit szólnak a szüleid? Kérdeztem, mert kezdett kényelmetlenné válni a hallgatás. Nem tudom. Egyenes ide jöttem. Tudod, nincs kibúvó. Egyébként gondolom nem örülnek. Ki örülne ennek? Hülye kérdés volt, bocs. Válaszoltam, és tényleg hülye kérdés volt. Életem egyik leghülyebb kérdése. Ezután pár percig nem beszéltünk. Ismét. Közben előttünk végzett egy hölgy, és belépett a belépés nevű ajtón. Ő már túl van rajta. Tegnap öngyilkos akartam lenni, szóltam hozzá. Látom, nem sietted el, válaszolta, és ismét megjelent egy mosoly a szája szélén. De ez most más volt. Ez a mosoly azt sugározta. Te hülye vagy? Több együttérzést, mondtam nevetve. Hát, most már tök mindegy, nem? És ő is velem nevetett. Szép pillanat volt ez, bár semmi vicces nem volt benne, mégis a legroteszkebb dolgok tudnak nevetségesé válni bizonyos helyzetekben. Az emberek is ezt sugározták körülöttünk. Mint egy kibaszott könyvtárról nem lehet hangoskodni. Mégis ha hangoskodsz, kicsi rá az esély, hogy valaki megszólít. Kivétel, ha nagyon túlzásba hiszed, akkor azért megszólítanak. Viszont itt az emberek bámultak, és arra gondoltak, hogy ebben a helyzetben hogyan lehet nevetni. Pedig mi mindig ezt csináltuk. Nevettünk az életen, és nevettünk az embereken. A hülyék útját kerültük, csak a magunkét tapostuk, és közben az arra sétáló seggfejekkel itattuk fel izzadt és megfáradt testünket. Olyan kár, hogy az életben a legtöbb meghatározó pillanat felelésbe merül. És velük együtt a szívünknek is, oly sokat jelentő emberek is. Például nem tudnám felidézni nagyapám emlékét, pedig még csak 10 éve, hogy elment. És ő nagy hatással volt az egész életemre. Az arcára emlékszem, talán még a hangjára is, de szinte minden más megszürkült, és átadta magát a mélységesen mély tudatalattinak. De mégis tudom, hogy nagy hatással volt rám. Honnan tudom? Olyan kár, hogy az életben annyi kérdés van, hogyha mindet leírnám, be lehetne csomagolni vele az egész bolygót. A válaszokból viszont jobb esetben maximum egy tapétázásra futná. Na, mindjárt mi jövünk. Zökkentett ki egy hang a gondolataimból. Oldalra néztem, és ő volt. Az a közel ismerősöm. Vagyis inkább barátom. Igen, barát volt. Ezt azelőtt nem nagyon gondoltam át, de az volt. Ellentétben azokkal, akit a barátaimnak tartottam. Végre. Aztán remélem látványos lesz. Válaszoltam, de majdnem elsírtam magam. Azt mondják, minden pénzt megér. Még meghalni is megéri érte. És újra nevetett.
Ekkor az előttünk álló utolsó férfi zsebkendővel a kezeiben elindult a belépés feliratú ajtó felé. Követte az utasítást, és belépett. Sírt. Előre léptem. Egy üvegablak mögött ülő, 50-es évei elején járó molett hölgy ült. Épp egy nyomtatványt kotort elő a mellette álló papíroszlopból. Szemüvegét igazgatta, majd rosszallóan rám nézett, mintha várna valamire. Aztán kipökte. Nézd! Kérdezte kicsit agresszívan. Kellett volna tudnom, hogy így kell kezdeni. Soha nem voltam még ott, és nem is leszek. Valószínűleg. Elmondtam a nevem. Születési hely, idő. Elmondtam a helyet és az időt, ahogy kisfiúként betanították a szüleim. Halál nem. Azt hiszem szívroham. Válaszoltam kelletlenül. Azt hiszi, vagy az? Kérdezte ismét csak türelmetlenül. Szemében megvetés sugárzott. Már elnézést, te honnan kellene tudnom? Most fordult velem először ez. És utoljára is. Valószínűleg. Rendben, akkor azt írom, hogy ismeretlen. Ezután további kérdésekkel halmozott el, legalább 7-8 percen keresztül. Nem vagyok benne biztos, összefolytak a másodpercek. Azután lefénymásolt a papírt, és átadta nekem a másolatot. Majd az ajtó felé mutatott. Belépés. Elnézést, megvártam a barátomat? Kérdeztem egy kicsit félénken. Nemleges válaszra számítottam. A helyzetre való tekintettel igen. Válaszolta türelmetlenül. A helyzetre való tekintettel. Helyzet, hogy meghaltam. Nem szívva is akaz itt dolgozók, ez tény. Amíg vártam a barátomra, rendesen körbenéztem a terembe. Mindenki sírt, majd magába zuhanva áldogált a sorban. Mindenki rossz kedvű volt, csak mi nevettünk. A biztonsági őr rám nézett, talán arra számított, hogy menekülni próbálok. Eszembe se jutott igazából. Én csak vártam, hogy beléphessek az ajtón. Mehetünk, srác! Szólt hozzám egy ismerős hang, és elmosolyodtam. Szívroham? Pedig fogadni mertem volna, hogy tüdőrákban halsz meg. Hidd el, én is! Mosolyom nevetésé szélesedett. Megráztam a kezét, majd egymás után beléptünk az ajtón. Hiszlátod át, mondtam. De a pokol nagy hely, és én soha többé nem láttam őt.